Férfiak versenyében előbb Vadim Vakarchuk kísérletét nézzék a harmadik szakítás 167,5-en, és nagyon jó erőben van Moldávia versenyzője. Ezzel a súllyal fejezte be a szakítást, és az esélyesek között nagyon könnyű a testsúlya, még a 82 kg-ot sem éri el a 83 kg-os súlycsoportban, úgyhogy még jó helyen lehet. Az örmény Csahoyan a következő, és a súly most már változott, 170 kg-ra ugrott, második takító gyakorlat, 5 kg-os emeltetés után. Az örmények általában nagyon szép technikával dolgoznak, nagy erővel, és Csahoyan nem is tagadja meg mindezt. Remekül a 170-en biztosan dolgozott. Engedjék meg, hogy egy szó erejéig még visszatérjek a hölgyek versenyére, hiszen a későbbiekben, a korábban látott gyakorlatnál többet már senki sem emelt, és ezzel az imént látott hölgy a világbajnoki címet megnyerte. A nők között magyar versenyző egyébként nem volt, a fiúknál kettő is, de róluk majd egy kicsit később. Előbb nézzük Kapanapcsián kísérletét, ugyanúgy, ahogy honfitársa, 165-ről 170-re megy ő is, második szakításakor. A mezőny egyébként legkönnyebb szabja az örmény, 80 kg 4 dekagram. Akár csak a másik örmény versenyző tökéletes, a 170.
Kérem szépen, még a 2-1 arányban is adták csak meg az egyik oldalbíró. Látott egy kis hibát, de a gyakorlat jó. És most nagy ugrivalgás következik, hiszen a török Sunay Bulut lép majd a terembe ugyanerre a 170 kg-os súlyra. Bulut 1991-ben doping használat miatt a mediterrán játékokon bukott le, egy évet ki kellett, hogy hagyjon. Itt most a mezőny legnehezebb tagja, és a harmadik takítását végzi a 170-en. Túlhúzta a súlyt, 160 érvényes neki, 165. Annak ellenére, hogy ebben az esztendőben mell izom, nem is csak húzódás, több volt ez annál, beszakadást szenvedett, Mark Huster fantasztikus módon javulnak az eredményei. A Melbourne-i világbajnokságon csak 165-öt szakított, itt már a kezdőfogása magasabb volt ennél, 167,5, második fogása pedig 172,5 kg lenne. És annyi is, egészen pontosan. Ha térje ki néhány szó erejéig a mieink szereplésére, a C csoportban versenyzett Mihályka Tibor, az alagerszegiek emelője, aki a kezdőfogásán maradt a szakításban 147,5 kg-on, a lökésben 175-öt teljesített, tehát az összeredménye 322,5. A BKV emelője Szilágyi József a B csoportba kapott besorolást, és ő mind a két fogásnemben a kezdőfogásán ragadt, 155-180, tehát az összesítésben 335 kg az eredménye, és ez azt jelenti, hogyha senki nem esne ki az A csoportban, akkor Szilágyi a 19., Mihályka pedig a 22. helyen végez a világbajnokságon. Na ennyit a mieinkről, és most figyeljük már közvetlenül az élcsoportot, az olimpiai bajnok Görög Dimas, 172,5-en, akár csak Huster. És őnek is sikerült ezt a súlyt kiszakítania. Szokása szerint kinéz balra, kinéz jobbra. Egy kicsit ilyenkor a közönségnek is játszik. Egyébként mindkettőjükre jellemző, hogy nagyon jó humorú versenyzők. És remek szakítók is, hozzá kell tennem, de hát ezt most imént önök is láthatták. 172,5 kg a németnek és a görögnek, és ugyan erre a súlyra megy most az örmény versenyző is, Kapanacsiám. Itt várja a 172,5 kg, és rövidesen megérkezik az örmény bajnok. Idén az Európa bajnokságon megnyerte a szakítás versenyét, ennél jóval gyengébb súlya 165 kg-mal. De hát itt eltelt azóta egy fél esztendő, és hát a tét is jóval magasabb a világbajnoki címért. Folyik a harc, egy érthető eredményének javulása. Nem bírta megtartani. Elsősorban majd a lassításon érdemes figyelnie, a bal keze adja föl, vagy mondja föl a szolgálatot. Ott az behajlott, nem tudta tartani vele a 172 és felett. Így ő a 170-en maradt. Bliszczyk, Alexander Bliszczyk a következő a sorban, 175,5 kg. Világcsúcs kísérlet. Bliszczyk hagyományosan nagyon jó szakító. EB-n is, VB-n is aranyérmes volt már az elmúlt időszakban ebben a fogásnemben. És most úgy érezte, hogy a világcsúcs is benne van,
Persze, hogy érzései teljesen megcsalták-e, az majd csak akkor derül ki, amikor zárja a versenyt, hiszen ez még csak a második szakítása volt. De rövidesen folytatódik a világcsúcs elleni harc, hiszen ugyanezen a súlyon jelentkezik az örmény Csáhoján. Nagyon érdekes az idei Európa-bajnoksága, mind a két fogásnemben a dobogón állhatott harmadik volt, könnyebb testújának köszönhetően, de aztán végül is az összetetben lemaradt a dobogóról, és csak a negyedik helyet tudta megszerezni. Szokolóban mindössze 165 kg-ot szakított, és lett ezzel ott bronzérmes, itt most 10,5 kg-mal többet. Tehát világcsúcson próbálkozik ő is. És mivel még három fogás hátra van, egyáltalán nem biztos, hogy ez a világcsúcs ebben az esetben elegendő lesz az első hely megszerzéséhez is. De az örmények joggal boldogok, hiszen Militosyan nem tudott eljönni az örmény olimpiai bajnok, hogy itt nevéhez méltóan szerepeljen az örmény súlyemelés. Egyszer csak majd, hogy nem a sem Csáhoján, aki világcsúcsot volt képes szakítani 175,5 kg-on. Következik Huszter, Mark Huszter. Ő, a görög Dimas és Alexander Bliscsik vannak még versenyben. Mark Huszter előbb volt világbajnoki érmes, mint hogy német bajnokságot nyert volna. Donau-Eschingenben robbant be. A felnőtt mezőnyben és a szakításban lett bronzérmes. Akkor 1991-ben még csak 160-at teljesített. Itt most 175 kg, tehát visszavetette ezt a fél kilogrammot. Ő csak erre ment, hogy megcsinálja a fogását, amelyet 2-1 arányban vettek el tőle. A mennyből a pokolba zuhant egy pillanat alatt a sorsjátéka folytán Mark Huszter, aki úgy érezte, hogy a gyakorlata jó. Most nézzük mindjárt az ismétlést. 4 Minden esetre a középbíró és az egyik oldalbíró, a baloldali oldalbíró a piros lámpát nyomta meg. A világcsúcs elleni támadás, már az új világcsúcs elleni támadás további fél kilogrammal javítaná meg a rekordot a görög olimpiai bajnok Dimas. És ami nagyon érdekes, hogy ha meg is csinálná ezt a súlyt, a versenyben természetesen ugye töredéksúlyok nem számítanak, tehát a 175 lett volna az érvényes, de nem is érdemes tovább elemeznem a helyzetet. 172,5-en maradt ő is, akár csak 20-szer, tehát az örmény Csáhoján vezeti a szakítást e pillanatban, amikor még egy fogás van hátra, Bliscsiktől. Attól az Alexander Bliscsiktől, aki meglehetősen szertartásos egy versenyző. Majd nézzék meg, ahogy végigvonul a dobogó előtt. Újra visszaveszik egyébként a súlyt, tehát ő nem kíván a világcsúccsal hadakozni. Ő csak a 175 kg-ot szeretné kiszakítani. Így megy végig először a dobogónak ahhoz a sarkához, aztán ott megfordul vissza a másikhoz, és utána lép majd csak oda a súlyhoz. Ez a szertartás vezeti be Bliscsik minden egyes gyakorlatát. És a 175 kg-mal, mivel nehezebb a testsúlya, mint Csáhoyannak, az első helyre már nincs esélye. Tehát ha teljesíti is, akkor is csak második. Viszont ha nem, akkor a 170-nel
igen komoly hátrányba kerül a lökés versenye előtt Alexander Bliscsik. A szakításban mindössze a 8. helyen végzett a török Bulut 165 kg-on, de a lökésben most megpróbálja ledolgozni a hátrányát. Ő az utolsó versenyző, aki beszáll a küzdelemben, vagy legalábbis kísérletet tesz rá, hiszen nagy meglepetésre a görög olimpiai bajnoknak még nincs érvényes lökése. Erről később várjuk meg Bulut 205 kg-ját, ami bizony komoly előrelépés, hiszen a 205-öt eddig még senki nem teljesített a mezőnyben, és többen már be is fejezték, vagy a második lökésükhöz készülődnek. Az összeredménye is most már sokat mondó, 370 kg Dunaj Bulutnak, aki mindenképpen a lökésben szeretné folytatni az eddigi török hagyományokat itt Isztambulban. Kérem szépen, a szakításban győztes és világcsúcsa győztes Örmény Csahoyan 7,5 kg-ot ugrik első lökéséhez képest, tehát 205 kg-ra tetette a súlyt, és a 205-öt is ugyanolyan szépen csinálta, mint a 197 és felett. Ez pedig annyit jelent, hogy most már 380 az összeredménye, és ez nagyon, de nagyon komoly eredménynek számít. 5 jó fogása volt eddig az Örménynek. Igen komoly véghajrára van, tehát itt most kilátás az Abdi Ipecsi sportcsarnokban. 205 kg a súly változatlanul, és Alexander Bliscsik következik. Neki egy 5 kg-os ugrást jelent ez az első fogásához képest. De az a különbség az Örmény és közte, hogy neki nem, hogy 5 jó gyakorlata nem volt, hanem eddig a 4-ből csak 2-t tudott teljesíteni. Óriási meglepetésre a kiváló szakító hírében álló Bliscsik a kezdőfogásán maradt az első fogás nemben. És indisponáltsága csak nőttől nő. 205 rossz. Így mindinkább eltávolodik a dobogótól Alexander Bliscsik. ...205 kg a súly, változatlanul, és Vakarchuk következik, Moldávia versenyzője, szakításban a 6. helyet szerezte meg, és ő a legkönnyebb itt az esélyesek között, hiszen 81-90 a testsúlya. Magyarán szólva, ha ő is kilöki a 205-öt, akkor Csahoyan elé kerül könnyebb testsúlyával, de messze nem olyan magabiztos, mint amilyen az Örmény versenyző volt. Hát technikailag valószínűleg nem ezt a lökést fogják majd tanítani a súlyemelő iskolákba. Még mindig nem kapta meg a lejelzést a bíróktól. Hát meg kell, hogy mondjam, eléggé furcsán ítélkeztek nem egy esetben a bírák. Például visszautalnék Huszter gyakorlatára, a középbíró egyébként argentin, és most is a lejelzés annyit késlekedett, hogy ennek ez lett a vége, Vakarchuk rontott gyakorlata. Hozzáteszem, hogy már a fölállás rengeteg energiáját elvette, már itt látható volt, hogy messze nem olyan biztos, mint Csahoyan. És még mindig nem uralja a súlyt, és ez végig így ment, még nem a 3 piros lámpa kigyulladt. Még van egy fogása. És most a verseny nagy kérdése, ha szabad így mondanom, a világbajnokság eddigi legnagyobb meglepetése a levegőben, hiszen az olimpiai és világbajnok, a világbajnoki címvédője, az albán születésű görög Dimas a kiesés szélén. Kétszer a két mázsával nem boldogult. Ebben az esztendőben a 205-öt egyszer sem lökte még ki. Most fölállt vele. És nem bírta megtartani. Egy pillanat alatt a bal könyöke berogyott, és ez azt jelentette, hogy a bajnok ennek a számnak esélyese, és mint mondom a címvédő, kiesett, és a továbbiakban még annyit is jelent, hogy Szilágyi és Mihályka egy-egy további helyjel
előre lépett. Kérem szépen Bliszczyk, és most úgy látszik a rontott gyakorlatok vannak soron, amióta ő elkezdte ezzel a 205-tel, javít. E pillanatban 380 kg-ja van Csahoyannak, 375 Huszternek, és 370 Bulutnak. Amennyiben Bliszczyk megcsinálja a fogását, ő is 375 kg-os lesz. Még, oha, ez a gyakorlat se lesz meg. Ez is három piros. És hiába méltatlankodik, úgy gondolom, az ukrán versenyző, ezúttal messze volt attól, hogy rá lehetett volna mondani, uralta ezt a súlyt, ezt a 205 kg-ot, azt egyébként, amivel hát tulajdonképpen neki meg kellett volna tudni állni eddigi eredményei alapján. Így viszont a versenyben Alexander Bliszczyk legalább akkora meglepetés szállított, mint Dimas, hiszen a két kezdőfogásán maradt, 170-200 összesítésben 370. És nem véletlenül igyekszik ezt a 205-öt megcsinálni a moldáviai Vadim Vakarchuk, hiszen a súly teljesítése esetén ő megelőzheti Bliszczyket, és az e pillanatban annyit tenne, hogy a harmadik helyre lépne előre. Hát ezen azt gondolom, hogy nem lehet mit vitatkozni. A gyakorlat három fehér lámpát ér, és Vadim Vakarchuk, a moldáviai súlyemelő, összesen 372,5 kg-nál tart, és fejezte be a versenyt, ami a harmadik helyre jó e pillanatban. 22 esztendős egyébként, és ebben az évben 205 kg-os lökésével megnyerte Szokolovban az Európa-bajnoki címet. 205 most is egyébként a legjobb eredmény a lökésben az ő testsúlyával, ami a legkönnyebb, mint már többször említettem, az esélyesek között. De hát van még hátra a versenyből összesen 9 fogás, úgyhogy még igen sokat változhat a szituáció. Itt van például Kirill Kunev. Ugyan nincs a mezőnyben egyetlen bolgár sem, de azért akad két bulgáriai születésű. Az egyik a török Bulut, a másik pedig az ausztrál színekben versenyző Kirill Kunev. 207,5 kg. Rossz gyakorlat. Kirill Kunev gyakorlatbiztonsága a régi. Szakításban is kétszer rontott, és most a lökésben is már volt egy hibája. Az örmény fiú Csahoyan utoljára a dobogón, a súly 207,5 kg, és a versenyben ő vezet. Tovább erősítheti ezt a kedvező pozícióját, bár hozzáteszem, hogy Bulutnak és főleg Huszternek még van hátra két fogása. Csahoyannak az utolsó fogásra fogyott el az ereje. Az utolsó pillanatban a kilökésnek az utolsó fázisánál nem tudta a feje fölé lendíteni már a 207,5 kg-ot,
Így aztán a 175-ös győztes szakításra, világcsúcsot érő szakításra jött a 205-ös érvényes lökés. 380 az összeredménye az örmény versenyzőnek, és ezzel még mindig ő áll az élen a versenyben, de hát most már minden attól függ, hogy a még hátra levők mit teljesítenek. Közülük az egyik a bolgár születésű ausztrál színekben versenyző Kirill Kunev 207,5 kg-on javít. A 90-es budapesti világbajnokság után távozott Ausztráliába, nálunk Pesten a harmadik volt az évén, aztán amikor visszatért tavaly Melbourneben, megint a harmadik helyet szerezte meg, itt most ettől messze van, inkább a lökésben érhetett volna el valamit egy sikeresebb produkcióval. Így viszont Kirill Kunevnek ugyancsak egy-egy jó fogás jutott a szakításban a lökésben, és ez annyit jelent, hogy 362,5 kg az összeredménye, tehát a végjáték szempontjából nem jelentős. Annál jelentősebb lehet viszont a grúz Mikiasvili 207,5 kg-os fogása. A lökésben érhet el ezzel érmet. Egyre inkább kirajzolódik, hogyha Bulutnak és Butternek jók lesznek a fogásai, akkor amennyiben teljesíti a grúz ezt a 207 és felett, akkor a lökésben találhat a dobogóra. Ez az utolsó fogása a versenyben, másodszor megy neki, és másodszorra sem tudta megcsinálni, úgyhogy ez a fajta meglepetés elmarad, hiszen a három jó szakítás után mindössze egy jó lökése volt, így aztán 367,5 az összeredménye. Nincs a legjobbak között. Kérem szépen, hátra van még négy fogás, kettő a török Buluttól, kettő pedig Mark Kusszertől. Kusszer 210 kg-nak megy neki, tehát 7,5 kg-ot ugrana azonnal, ami több dolgot is jelent egyszerre. Jelenti azt, hogy saját lökés világcsúcsát beállítaná, de ennek van a legkisebb jelentősége. Jelenteni azt, hogy az összetetben új világcsúcsot érne el, a verseny szempontjából majd, hogy nem, ez is lényegtelen, és jelenti a leglényegesebbet, hogy átvehetni a vezetést az örmény Csahojántól. Tehát ennyi minden sűrűsödik most bele ebbe a 210 kg-ba. Roppant könnyen áll föl vele Mark Kusszer. És ugyanolyan szépen ki is löki a súlyt, ahogy kell, és hozzáteszem, hogy úgy vezeti a versenyt, hogy emlékeznek rá az utolsó szakító gyakorlatát. Érvénytelennek tartotta a három bíró közül kettő, tehát elvették azt a fogását. Ahhoz, hogy egyébként Bulut megelőzze őt, olyan fantasztikus súlyra kellene mennie, ami elképzelhetetlen. Úgyhogy a török versenyző gondolom beéri majd azzal, hogy a lökésben dobogóra állhasson, mert úgy tűnik, hogy ezt a német fiút itt ma lehetetlenség lesz megverni. Bulut ennek megfelelően tényleg csak a lökésre koncentrál, és 5 kg-os ugrással 210,5 kg-ot kér. A fél kilogram gondolom rögtön jelzi a súlyemelés figyelésében edzett és tapasztalt nézőinknek, hogy világcsúcs kísérletről van szó, tehát Kusszer 210 kg-os világcsúcsát szárnyalná túl. És meg is tette! 2-1!
No, és most a középbíró látta jónak a fogást, a törökök, nem a közönségre gondolok, hanem a török edzők azonnal oda mennek a zsűrihez, és értetlenül reklamálnak, mi kifogásolni való volt ebben a fogásban. A közönségnek meg természetesen több sem kell, de a Pitch koncert egészen elhallatszik a Galatasaray stadionjáig, ahol a Barcelona elleni meccset játszák ma este, és valószínűleg az onnan kiszorult nézők jöttek el Bulutnak szurkolni és figyelni ezt a 210,5 kg-os világcsúcs kísérletet. Ebből az állásból sem észlelhető a hiba. A súlyváltozatlan 210,5 kg Bulut újra neki megy a világcsúcsnak. Egyszer már megízlelte, megkóstolgatta. A kérdés, hogy ez a kis kóstolgatás mennyit vesz ki belőle, hiszen két perc elteltével újra ott van ezen az irdatlan súlyon, akkora súlyon, amelyen még ember ebben a súlycsoportban, a 83 kg-ban soha, és most másodszor is a feje fölé tette, 3.75, és ezzel bejött a versenyben a harmadik helyre az összetetben, és második a lökésben. Mark Schuster pedig megnyerte a világbajnokságot, utolsó fogásától függetlenül, bár még van egy gyakorlata. Kérdés az, hogy a törökök sokáig örülhetnek-e, lehet, hogy Mark Schuster elveszi a kedvüket, hiszen már is neki megy Bulut világcsúcsának 212,5 kg. Ezzel nem csak a lökés világcsúcsát, hanem természetesen az összetett világrekordot is megjavítaná a 24-es szendős német fiatalember. Hát nem, megszerette a törököknek ezt az örömöt, hogyha aranyérmes nem is lehetett itt Bulut, hiszen Mark Schuster egyértelműen jobb volt nála, és jobb volt a mezőny valamennyi tagjánál a mai napon, de legalább a világcsúcs a töröké. Kérem szépen, az összetetben a végeredmény Schuster 382,5 világcsúccsal, első, második Bulut második Csaholyan Örményország 380 kg-mal és harmadik Bulut 375-tel. A lökésben első helyen végzett Schuster, második nehezebb testsúlyával pedig Bulut lett harmadik helyre a moldáviai Vakarcsuk ért.